Elítélte az izraeliek elleni terrortámadásokat Barack Obama, miközben Benjamin Netanyahu-val tárgyalt Washingtonban. Az izraeli kormányfő tavaly októberben találkozott utoljára az amerikai elnökkel. Azóta megnyerte az izraeli parlamenti választásokat, és megszületett az iráni nukleáris megállapodás is. A Fehér Ház azonban Obama elnöksége alatt nem számít izraeli-palesztin béke megállapodásra. Az iráni atomegyezmény megkötése óta először látogatott a Fehérházba Benjamin Netanyahu, hogy az amerikai elnökkel tárgyaljon. Barack Obama a beszélgetés elején elítélte a hetek óta tartó palesztin terror támadásokat. Határozottan elítéljük az izraeliek elleni támadásokat. Izraelnek nem csak joga, de kötelessége is megvédenie magát. Arról is tárgyalunk, hogyan lehet enyhíteni a feszültséget és visszatérni a béketárgyalásokhoz, mondta az elnök. A két vezető arról is egyeztetett, hogy Washington 3-ról 5 milliárd dollárra emelje Izrael éves katonai támogatását a következő 10 évben. A békekötéssel kapcsolatban soha nem adjuk fel a reményt. Elkötelezett vagyok a két állami megoldás mellett, hogy létrejöjjön egy demilitarizált palesztin állam, ami elismeri Izraelt, mondta Netanyahu. Az izraeli kormányfő később egy vacsorán arról beszélt, hogy az Egyesült Államok évente 500-szor annyit költ Irakra és Afganisztánra, mint Izraelre. Mint mondta, a zsidó állam sohasem kért katonai beavatkozást, mert meg tudja védeni magát. A közel-keleti konfliktusban a modernitás áll szemben a korai, primitív középkor szellemével. A lényege, hogy a palesztinok nem hajlandók elismerni a zsidó államot, függetlenül annak határaitól, mondta a miniszterelnök. A Fehérház még Netanyahu Washingtonba érkezése előtt azt közölte, Obama elnöki mandátumának 2017. januári lejárta előtt nem számítanak izraeli-palesztin béke megállapodásra.